üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon reggelen délutánon, ahogy látjátok, indulunk, nem sokára indulunk nyaralni. Össze van pakolva minden, ugye aki nem tudja, hogy hova indulunk, vagy mikor indulunk, ma indulunk, nem máshol, mint Amerikában, Los Angeles fogunk eltölteni. 10 napot, egész pontosan 10 napot, elmegyünk Disneylandbe, Legolandbe, Universal Studio-ba, a tengerpartra, a mindenhova. Nem mindenhova, de nagyon sok helyre fogunk elmenni. Ugye rettentő izgatottak vagyunk, legalábbis én nagyon, meg a gyerekek és meg a feleségem is, szóval mindenki. Na mindegy, úgyhogy összepakoltunk, reggel felébredtem, lezonyoztam, utolsó dolgokat ugye összepakoltuk, mutatom. Ott, látod? Oda van állítva a sorban minden. Majdnem minden bele van most már pakolva, kivéve még egy-két dolgot, ugye a laptopomat bele kell rakni, a Lucas laptopját, a kamera, ugye külön van rakva, bele kell rakni még az akkumulátort a kamerába. El van a csavolva a memóriakártyák, az extra akkumulátorok, minden fel van töltve, legalábbis nagyon remélem, hogy nem felejtettünk el semmit. És ugye ma reggel még ilyen mozgalmas nap volt, felkeltem, ilyen lezonyoztam, ugye mindenki gyorsan lezonyozott, mert most nem fogunk tudni zonyozni egy darabig, még oda nem érünk, és elmentünk, megebédeltünk. Most még nem más fogunk csinálni, még az utolsó dolgokat bepakoljuk, van még egy kis időnk, és jön az autó, felvesz minket egész pontosan 4 óra 30-kor délután. Ugye a repülő az este 9 óra 30-kor fog indulni, és nem több lesz az út, mint 13 óra, ugye innét Ausztráliából, Brisbaneből Los Angelesbe 13 óra át fogunk repülni, ami azt jelenti, hogy mikor odaérünk, képzeld el, még ugye ma vasárnap van mi nálunk, és ma vasárnap este fogunk indulni 9:30-kor, és vasárnap délután fogunk odaérni 5 óra 30-kor. Úgyhogy, ahogy mondtam, ilyen érdekes ugye az idő eltolódás, de na mindegy, próbálunk aludni a repülőn, meg nem aludni, mikor odaérjünk, ugye akkor tudjunk aludni, meg ugye elmenjünk a boltba, ott majd csak bejött a Davis, még ugye legúzik, meg Lucas is még nézi a számítógépet, és van egy kis időnk. Szervusz, Lucas! Hello! Tehát oda megyünk, meg fogunk érkezni, felvesszük az autót, ugye a kölcsönzőből a bérelt autót. Busszal kell ugye oda menni a reptér, ugye visz egy ilyen busz, egy ilyen ingyenes busz. És onnét nem másra fogunk menni, mint a szállodába, Disneyland melletti szállodába, oda becsekkolunk, ugye be fogunk menni, elfoglaljuk a szobánkat, és onnét elmegyünk valószínű, valamit veszünk, valami italt, ugye másnapra Disneylandbe, mert másnap megyünk Disneylandbe, és valamit meg fogunk vacsorázni valószínű. Úgyhogy az út az elég érdekes lesz, meg hosszú lesz valószínű. Még mielőtt elfelejtem, nem akartam nektek mutatni az amerikai pénzt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy nem, vagy láttátok-e, vagy nem. De mutatom az ausztrál pénzt. Most nincs nálam több mint 15 dollár készpénzbe, tehát nálunk ilyen szép színes, látod? Az 5 dolláros az ilyen, aztán van piros pénzünk, van zöld pénzünk. Ilyen szép színesek. Mutatom az amerikai pénzt, az milyen. Várjál, hol van rakni? Ide. Ez az 1 dolláros, látod? Tehát az benne a lényeg, hogy nem színes. Ez a 100 dolláros, ez az újabb 100 dolláros, ez az 1 dolláros, tehát ilyen papíros inkább, a miénk az meg ilyen műanyagos, látod? Itt ez a 50 dolláros, nem a 20 dolláros, mit beszélek, a 20 dolláros, itt az 50 dolláros. Tehát az összes, van benne szín, de mégse olyan szép színes, mint a miénk, látod? Na mindegy, csak gondoltam, hogy megmutatom nektek. Úgyhogy, most nem más csinálunk, gyorsan megnézek mindent, meg az útlevelek, megvannak az útlevelek, ugye az egyik legfontosabb dolog, és várjuk a vezetőt, aztán indulunk a reptérre. We'll be right back.
Megérkeztünk ide a repülőtérre, ugye Nyuszi? Éppen eszünk, vettünk inni, és most nem másnál, mint bármi, és még van majdnem három óránk, ugye Lukasz? Ja. Majdnem három óránk. Kicsit kevesebb, mint három óránk. Ott van kint a repülő, amit nem lehet látni, de ott áll kint most. Pakolják a csomagokat, hogy most itt körbe fogunk sétálni. Elmegyünk arra, körbe sétálunk, hogy a Davis ne aludjon el, mert elég jól bírja. Aztán eszünk egy jégkrémet talán. Vettünk inni az előbb, mert szomjasok voltunk, hogy az italt nem lehet behozni, hanem itt kell ugye venni. Na gyere, let's go. Want some ice cream? Yes, let's go. Let's go, megyünk. Ja, megyünk, eszünk egy jégkrémet, vagy valami fagyit. Ja, ahogy mondta, a Davis elég jól bírt, az autóba idefelé elaludt. Egy 5 percet aludt még mielőtt ideértünk, aztán utána ugye felébredt, átjöttünk, simán minden rendben volt. Most pedig ez a Brisbane-i repülőtér, ugye, miért már nem lehet visszamenni. Csomagokat feladtuk, az útlevelet nem vették be, csak be kellett ugye szkenelni, és le kellett jönni, úgyhogy most csak várunk. Itt van étterem, kisebb volt, mindenféle fajta dolog, napszemüveges, ugye körbe lehet nézni. Miközben találtunk egy ilyen masinát, Davis elkezdett játszani, egy ilyen repülőgép. Miközben néztem, hogy a pilóta. Látod? Most meg én vagyok a pilóta. Nézd, rajta szépen nézel ki. Na gyere, menjünk! Az a jó, hogy gyerekeknek van ilyen játék, és most Lukasztól sokat nem látunk, de bele lehet pakolni a dolgokat a tányérba. Szervusz! Úgy döntöttük, hogy eszünk nem más, mint szabvér, gyorsan meg fogunk vacsorázni. Mert gondoljuk, hogy a Davis el fog aludni, mire felülünk a repülőre, és nem tudja megvárni ugye a vacsorát, vagy a reggelt, nem is tudom, mit adnak. Aztán elmegyünk és eszünk egy jégkrémet utána, hogy itt van sok mindenféle fajta ilyen kajálda. Mindent, nem olyan túl sok, de van egy pár. Mit? Na, megjöttünk a jégkréméshez, ki is választottunk egyet, ugye Davis? Úgyhogy most elveszük a pénztárcát, aztán fizetünk és megyünk enni. Davis még elég jól bírja, Lukasz is, feleségem ott ül elő, már csak 3 ülés van itt, és negyedikben ugye nem fért ide. Amúgy tudom nézni tévét, hallgatni rádiót, van rajta játék. Mint a timeline-ot nem tudod visszatenni? Csak nyomjad be ott a végét, mert fordítva megy vissza, ez a fele megy benne össze. De először belemegy a zsinor, aztán utána. Kaptunk ilyen szép vánkost, kaptunk takarót, itt várt minket a víz, ahogy látod, aztán nem tudom még mi van itten, magazin, aztán fülhallgató ugye itt várt minket, és kezdtünk fáradni, menjünk aludni.
És megérkeztünk Los Angelesbe, úgyhogy most nem más csinálunk, mint megvárjuk a buszunkat, ami elvisz minket az autó kölcsönzőhöz, és felveszik az autónkat, és éhesek vagyunk, és fáradtak vagyunk, ugye Lukasz? Úgyhogy nem is tudom, hova kéne menni, várjál. Rossz helyen voltunk, képzel be. Annyi ember van, meg annyi autó, nem tudom, hogy hova kell menni. De azt hiszem, hogy most már megtaláltuk. Erre kell elmennünk. Ja, erre kell. Jó helyen járunk. Na, meg lesz a mi busz. Még egyik se. Na, itt vagyunk az autónál, azt mondom, hogy ez lesz a mi autónk. Kaliforniai rendszámmal, ahogy látjátok, van rajta egy pár ütés. Féle itt a hátulján. Meg meg van húzva a másik oldalon is egy kicsit. Látod? De biztos, hogy tudnak róla. Szóval ez ide van? Okay. But no, you guys get an SUV, so it's yeah, that's why I was a bit confused. Yeah, let me see your paperwork. They have it in the wrong stall. Where's your paperwork? Okay. I'm gonna go give you David Davis. Yeah, I'm sorry, it's the wrong one. Should I go back? No, 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 I'll bring it out. Which one do you want? This one, or is this okay? That one? No? This one, man, yeah, that was a little, that's possible. Is it? Like this one? Yeah. That's one. Na, mégis ez a mi autónk, hanem az a mi autónk. Ugyanis elszúrták a papírunkat, de megkaptuk. Ez a, ki a miénk. Kiánk már volt, tudjuk, hogy milyen. Szeretjük, berakjuk a csomagokat. Nyilván egyszer ide oda van ennél. Utah rendszáma van, nem kaliforniai, de mindegy. Még azt hittem, hogy kaliforniai rendszámos autónk lesz. Na, nyuszi. Menj arrébb! Miköz fázol? Melegebb van, mint mi nálunk mondjuk. Hold mommy's hand. Gyerekülés még be kell rakni. Aztán mehetünk, csak a kulcsot vissza kell, hogy hozzák. Úgy nem olyan rossz ez az autó, meg azt hittem, hogy amerikait kapunk, de nem amerikait kaptunk. Na, nem baj. Na, mégse ez a mi autónk, ez a Kia képzeletben, hanem ez a Dodge lesz a miénk, ugyanis ez többe kerül, de kaliforniai rendszám van rajta, és legalább amerikai. Úgyis ezt akartam, azt mondta, hogy odaadják nekem, nem ingyen, de ugyanannyi pénzért. Ja, ez a Daddy autója. Na. Okay. Várja, lerakom a táskámat. Berakjuk a baba üzésre, a gyerekülést. Felvettük az autót, végre elintéztünk mindent, kaptunk GPS-t is, és most tartunk a hotel felé, kicsit tovább tartott, mint gondoltuk volna, vagy gondoltam volna. Ahogy mondtam, fáradtak vagyunk, éhesek vagyunk, de menjünk a hotelba, hogyha elindulok ezek az autók itt előttem. Kimegyünk azt hiszem a highway-re, az autópályára, arra kell menni. Menjünk fel az autópályára, és furcsa jobb oldalt vezet, vagy bal oldalt vezetni, nem tudom. Olyan fura, amikor itt az autópálya nem annyira, mert ugye itt jönnek az autók, le van zárva, tehát a sávba, de hogy itt van a kormány ezen az oldalon, de na mindegy. Menjünk rá az autópályára, a forgalom az mással, az autók az jönnek mindenhol, meg dudálnak mindenkinek, meg nekem. De ú, várjál, merre megyünk? Long Beach. Jobbra tartunk. És nem tudom, mennyivel lehet menni, mert nem kilométer van, hanem mérföld. 65 mérfölddel megyünk, az mennyi kilométer? Lukasz, az hány kilométer? Nem tudom. Mennyivel lehet?
aztán berakjuk a csomagunkat, és folytatjuk tovább. Még mindig megyünk a szálloda felé, és ami furcsa, hogy nincsenek táblák, hogy mennyivel lehet menni. Azt próbálom nézni, ugye, hogy mennyivel menjek. Egyszer megyek 60 mérföldre, utána 80-nal. Hát, a kettő között ugye valami jó lesz, de egyetlen egyet nem látok. Nálunk Ausztráliában legalább ugye ki van táblázva minden 500 vagy 1 kilométerben szerintem mindenhol, hogy mennyivel lehet menni. Itt sehol nem láttam, úgyhogy csak úgy megyek, meg megyek, és megint lassítunk. Most már többször lassítottunk, ugyanis autók vannak előttünk. Forgalomban. Na minek? Még egy, azt mondja, hogy 23 perc, mire odaérünk a szállodához, aztán utána felfrissülünk, és rettentő álmos vagyok. Az éjszaka a repülőn nem aludtam semmit sem. Egy ilyen 5-10 perceket. Na minek? Én aludtam. Te aludtál. Az fantasztikus. A Davis is aludt, úgy ahogy, de ő azért elég sokat aludt, egy ilyen 7 órát biztos aludt. Nem, vagy 6-6-ot. Megérkeztünk, zöld a lámpa, várja, nem jön senki, jó oldalt vagyok, jó oldalt vagyok, nem jön right. Senki. Jó helyen vagyunk. After 1000 feet, go straight ahead onto South Manchester Avenue. Na, merre megyünk? Egyenesen? Nem. De. Now go straight ahead. Straight ahead. Oh boy. Na, meg vagyunk! Csak egy kicsit eltévedtünk, de úgy átment a másikság, hogy semmi gond, még nem jött velünk szembe senki se. Megérkeztünk? Vagy merre vagyunk? Te! Jó oldalt vagyunk? Jó oldalt vagyunk. Itt lesz a hotelunk valahol. Jó oldalt. Várjál. Ez az. Megérkeztünk! Ez a mi hotelünk. You have reached your destination. The destination is on your right. Gyönyörű! Úgyhogy ide meg fogunk állni. Menjünk egy kört. Melyik oldalt? Rossz oldalt megyek! Ezen az oldalt kell menni. Ilyen szép látni, ilyen szép zöld, meg pálmás. Úgyhogy ide megparkírozunk. És kipakolunk. Hoppá! Ott volt egy kerék. Na, megjöttünk. Na, menjünk. Bezártam az autót, a Davis hallott, nem nagyon akar felébredni. Megálltam itt kívül a parkolóba. Ugyanis volt itt mindjárt egy hely, pont itt oldalt. Nem akarom ott hagyni az autót, hogy a hosszabb időre még bepakolunk. Aztán megyünk tovább, csak berakjuk a csomagokat, bejelentkezünk. És megyünk gyorsan, eszünk valamit, mert rettentő ilyes vagyok, komolyan mondom. Ugye ez a bejárat. Hoppá, belement a bőröndéd ebbe a zöldes valamibe. Tudod, mi van? Fűszak. Ugye itt lehet fügezni, te rettentő üdös fűszak. Na, megjöttünk. Hi. I would like to check in. Yes. And that is your Wi-Fi password, okay? Okay. So 74 and 707? Mm-hmm. Yeah, okay. Thank you. Oda néz, ott a Mickey engel. You want the Yeah. Még emlékszünk, utoljára is ebbe a hotelbe szálltunk meg. Szeretjük ezt a hotelt. Na, megnyomjuk és megyünk a hetedikre. What number? 7. Number 7. My favorite. 707-es. Hoppá. Beszélünk a liftbe, vagy nem szérünk be a liftbe. Hoppá. Megvan a kártyánk. 700. Erre. 6-os. 4-es. Hol a 7-es? Ott a 7-es. 707-es. Hoppá, látod? Mi fogjuk a kártyát, és bedugjuk valahogyan. Így. Vagy nem működik. És nem tudunk bemenni.
Na, mégsem megyünk sehova, ugyanis nem működik a kártya. Valami nincs szerencsénk se az autóban, nem volt, hogy a szerencsénk, azt is megváltoztatták egy párszor. A szóval kártya sem akar működni. De, na mindegy. Úgyhogy lement a feleségem kicserülni a kártyát, és bemegyünk a szobába. Ugye, Nyuszi? Hi. Na, bejöttünk. Hol a kapcsoló? Villany. Hol a villanykapcsoló? Nincs villanykapcsoló. Bejöttünk! Képzeld el, kicseréltek a kártyát, és valami rossz volt vele, úgyhogy gyorsan megmutatom a szobát, és elmegyünk megvacsorázunk, ugyanis fáradtak vagyunk, ugye ilyesek vagyunk, vagy mondtam az éjszaka, nem sokat aludtam, én a repülőn, a Davis-a rajtam aludt, a feleségemen aludt, ugye össze-vissza mindenhogy, de túl vagyunk rajta végre. Ugye holnap fogunk menni Disneylandbe, és utána megint, és ma meglátjátok. Na mindjárt, megmutatom gyorsan a szobát, hát ha érdekel valakit. Ugye ott bejöttünk, ahogy látjátok, itt van a fürdőszoba, mindjárt a tévé, a bejáratnál. A villanykapcsolók, nem tudom, hogy hol van, itt eldugták a villanykapcsolókat valamiért. Csináljának azt minden oda. Ja, látod? Egy sima fürdő. Nem. Aztán ott van a feleségem, ott van a bőröndök. Itt mi van? Át lehet menni a másik szobába, de ugye be van zárva, mert nincs összenyitva a két szoba. Itt van egy tükör, ott vagyok én. Egy ágy, egy tévé, egy asztal, egy még egy ágy, meg egy hősugárzó, vagy nem is sugárzó, valami. Aztán lehet ki, hogy ki lehet látni, csak azt nem tudom, hogy mit. Sok mindent nem, mert kicsit sötét van, de ma holnap megnézzük. Itt jöttünk amúgy be, látod? Itt jöttünk be, itt a bejárat, mondta alul. Na minden, úgyhogy most gyorsan összekapjuk magunkat, és nem ilyes megvacsorázunk, aztán elmegyünk venni italt, vagy valamit, mert nincsen is semmi. Van ugye egy hűtő, meg mikrolátod, de üres. Úgyhogy valamit eszünk holnapra inni, meg reggelizni. Úgyhogy induljunk. Megjöttünk a McDonald's-ba, ugyanis a Davis nuggetot akart enni. Itt van mögöttünk, amúgy Disneyland ott van az utca túloldalán, csak oda ma nem fogunk bemenni, ugye majd holnap reggel. Mindig elfelejtem, hogy nincsen kulcsebb az autóval, csak ilyen gomb. Na mindegy. Úgyhogy most menjünk, és gyorsan megebédelünk, meg vacsorázunk, meg reggelizünk, mert éhesek vagy, legalábbis én nagyon éhes vagyok. Lukasza is nagyon éhes vagy? Nagyon, jó. Szerintem a Davis is, mert az se sok mindent emelt. Hol a kulcs? A kulcs? Nincs kulcs, csak ilyen gombos kulcs. Na mindegy, menjünk. Na mi van, Lukasz? Mit csinálsz? Nem látom a fejlet. Teljesen más menük vannak itt, mint nálunk. Jó. Nem teljes más, de másabb. Kaphatta a Davis a Happy Meal-et több minden dolgot. A megcsekem, mint... amit én akartam tenni, olyan nehéz volt. Jaj, másabb. Hallod, Nyuszi? Happy Meal-ben itt más dolgok vannak, van bent tej, ha akarsz, nálunk nincsen, vagy ilyen gyűszos, na minden, másfajta. Ja, nem fogjuk meg a Legódat. Aztán utána ezután megyünk, aztán veszünk inni valamit. A Targetba elmegyünk. És megyünk haza lezvonyozni, aztán még megyünk aludni. Ja. Na mindegy, mindjárt hozzák a kaját, 38-as számok vagyunk. A feleségem elment, nem is tudom hova, hoz vinni valamit, ugyanis kell tölteni magadnak inni, hozzá nekem a kólát. Davisnek ízlik ez a joghurt, látod? Ilyet mi nem kapunk a Happy Meal ilyen joghurtot. Meg az almalevünk is nekünk más. Na ennyi, mindjárt elfogy, látod? Lukasz, mi van? Fázik a fejed? Mi? Fázik a fejed? Na, ja. Na, akkor végzünk, aztán megyünk tovább. Na nézzél, ilyen szép autónk, ilyen szép fekete, szép lenne fekete ablakkal, meg fekete kerékkel, de így se rossz. Ez a szép Dodge. Na gyere, beülünk. Ja. Rossz helyre akarok ülni. De te beülhetsz hátul. Ott nem indulok, ott a mamivó. Ja, most éjszaka van. Este van, egész pontosan 9 óra 30 van. Na gyere, másszál be. Nem, még egy megyünk megnézni a játékokat, meg veszünk inni valót holnapra. Na mennyi? Megérkeztünk nem más valamint ide egy Targethoz. Kicsit elkeveredtünk, és nem ebbe a Targetbe akartunk jönni, de aztán ez lett belőle. Én csak egyet remélek, ott van Target, látod, itt lehet venni ételt, italt, meg játékot, meg mindenféle fajta dolgot. Nálunk is van amúgy Target Ausztráliában, csak nálunk nem ilyen a Target, hanem kisebb, meg nem lehet venni benne ott ételt, meg hasonlót. Én azt akartam mondani, hogy én nézem az autókat, próbálok, remélem, hogy nem rossz helyre keveredtünk. Ha rossz helyre keveredtünk, akkor bajban leszünk. Na mindegy, nem hiszem. Ami jól túl messze, amíg a Disneyland-től. Na innen megyünk inni reggelre.
hozzáérkeztünk, legalábbis nem hozzáérkeztünk, hanem vissza a szállodai szobában megérkeztünk. Bevásároltunk, sok mindent ugye nem vettünk, csak egy pár dolgot, például látod ilyen kólát, meg ilyen vizet, meg ilyen dolgokat. Úgyhogy a holnap ugye tudunk legalábbis reggelizni, és nem azzal kezdjük a napot, hogy megyünk valóban reggelizni. Mi az? Ja nem, olyat most nem eszünk. Amúgy van itt is reggeli. Itt bent csak gyorsan, nem az, hogy gyorsan elbakrunk odaérni ugye Disneylandben, hogyha elmegyünk le és megreggelizünk, időbe telik, meg majd lehet, hogy legközelebb vagyunk a másik napon, vagy a harmadik napon, de a legelső napon mindjárt akarunk menni ugye, és azért van, hogy itthon fogunk reggelizni valószínűleg. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem, ugyanis mi rettentő fáradtak vagyunk, nem tudom, hogy mit beszéltem, meg mit vettem ma, meg mit nem. Lehet, hogy ilyen össze-visszaságot vettem, ilyen össze-vissza volt a fejem, de legalább megérkeztünk, úgyhogy kezdődhet a nyaralásunk, és reméljük, hogy jó lesz az idő, az jó lesz, legalábbis azt mondták, azt mutatta az időjárás, úgyhogy folytatjuk holnap tovább Disneylanddel, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép nap, hogyha nem vagy főregált. Jó estét szeretnék kívánni, attól fogjuk igazítani, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szervusz! Lukasz már alszik.